Az elmúlt időszakban a szerencsijárásban is megalakultak a közös hivatalok. A kezdetekben nehezen haladtak a tárgyalások, azonban a jogszabályban biztosított határidőre 2013. január 1-ét követő 60 napon belül megszülettek a szükséges döntések. Ennek alapján Monok társulásával Rátkai székhellyel alakult közös önkormányzati hivatal. Prügyhöz Takta Kenéz, Medgyaszóhoz Alsó Dobsza csatlakozott, míg Bekecshez Legyesbénye társult. Az önkormányzati hivataloknak a kirendeltségei telephelyenként működnek az adott községben. Az ellátandó feladatokat a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodást tartalmazza. Legyesbénye lélekszáma meghaladja az 1600 főt, a kirendeltségen igazgatási, pénzügyi és adózási tevékenységet végeznek. Magyarországon több mint 2000 településnek csatlakoznia kellett egy másik hivatalhoz, de hát van mennyiségi különbség, mert nem mindegy, hogy 50-en vagy 150-en laknak egy községben, meg nem mindegy, hogy közel 2000. Tehát nálunk az ügyfélforgalom még kedden csütörtökön is van, tehát nem csak hétfő, szerda, pénteken, annyi ügyfelünk van. Tegnap megszámoltam, nem volt ügyfélfogadás, 53-an voltak. Most gondoljuk el, hogy mi van akkor, amikor ügyfélfogadási nap van. A finanszírozás az hát ez katasztrofális lett. Most kaptuk meg először az április 1-től ugye csatlakoztunk, és áprilisi finanszírozásunk, hát a bérekre se nagyon elég már. És akkor még hol vannak a működői, meg a szállítási tartozások. Az jól esett decemberben, hogy tényleg segítséget kaptunk. Hitelünk nem nagyon volt, meg valami számlára, viszont úgy néz ki, hogy ez viszont azt hiszem minden települést érint Magyarországon, hogy a segítséget visszaveszik duplán havonta. Így érdekes dolgok álltak elő. Azt hiszem, ha nem lenne startmunka program, ezért köszönet a belügyminisztériumnak, akkor nem igen tudnánk alapvető és kötelező feladatokat elvégezni, vagy mezőgazdasági, meg egy belvízelvezetési program, melynek keretében sikerül a rendteremtés, szemétszerést és a gyomítást elvégezni. Maga a hivatali csatlakozás, az, erről már beszéltünk korábban, nem jó az annak a községnek sem, ahova csatlakoznak, mert egyik község sem kapja meg a csatlakozás után azt a finanszírozást, most hivatalról beszélek, amely külön-külön járt idáig. Most egyelőre azon gondolkodunk, hogy honnan teremtjük elő, ami nem egy egyszerű dolog, a csatlakozás utáni elvont finanszírozás részét, meg hát egyébként is, mi is, meg Magyarország közel 3000 települése forráshiányos. Tehát az alaphelyzetet azért nem szeretném, nem felejthetjük el, vagyis az az alaphelyzet, hogy a normatíva nem elég egyébként sem a község működésére. Most még egy még plusz-minusz kaptunk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a személyi jövedelmi adó egy része az elvonásra került. Elvonták az iparőzési adóból nekünk 2,5 milliót, és ami szintén azért katasztrofálisan hiányzik és fáj nekünk, a súlyadó, illetve a teljesítményadó 60%-át. Tehát így együtt, hát nem legszebb napjait élik a se Észak-Kelet-Magyarország, de egyébként semmilyen 2000 fölötti település. A közös hivatal székhelyén az önkormányzatok működésével a polgármester és a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntés előkészítésével foglalkoznak, valamint összehangolja a képviselőtestületek együttműködését, az állami szervekkel történő kapcsolattartást. Hát nagyon sok újdonságot jelentett ez természetesen, ugyanúgy Legyesbényének is, mint nekünk is. Ez egy úgy gondolom egy olyan feladat volt, amit végre kellett hajtani, amit nem nekünk kellett, hogy eldöntsünk, illetőleg amit mi nem igazából véleményezhettünk. Jogszabályokat kellett végrehajtani. Hát ez most kinek lesz jó, kinek nem lesz jó, ez úgyis majd csak működés közben fog kiderülni. Mi igyekezünk megfelelni mindazoknak az elvárásoknak, amely egy ilyen közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatban keletkezik. Bízom abban, hogy Legyesbényével, mivel eddig is jó viszonyunk volt, jó viszonyt ápoltunk, ez megmarad a közeljövőben is, és nem fog problémát okozni, főleg anyagi problémát a közös hivatalnak a működtetése.
Milyen plusz feladatok jelentkeznek itt a közös hivatalba Bekecsen? Hát plusz feladatként elsősorban ugye a könyvelésnél jelentkeznek feladatok, költségvetés készítésekor összes könyvelési feladatokkal, tehát itt ha nem akarok sokat mondani, de akkor is minimum duplájára nőtt a pénzügyes kollégáknak a leterheltsége. Költségvetés tervezése szempontjából milyen kihívás elé állítja a Bekecsi Hivatalt a legyesbényei csatlakozás? Ugye mindenféleképpen új költségvetést kell készíteni, a közös hivatalra vonatkozóan természetesen. Itt különböző hónapokra megbontva az éves költségvetést. Azért arra kellett ügyelnünk elsősorban, hogy a saját önkormányzatunknak ne kerüljön többbe a közös hivatal fenntartása, mintha mi egyedül saját magunk tartottuk volna fel a Bekecsi polgármesteri hivatalt. A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Legyesbényei Kirendeltség ügyfélfogadása változatlan marad, mind a két településen a megszokott időpontokban fogadják az állampolgárokat. A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselőtestületek megállapodásban határozzák meg a jogszabályi kereteken belül. A foglalkoztatáshoz biztosított központi költségvetési támogatás azonban elmarad a valós igényektől.